A szőgyéni önkormányzat meghívót kapott Duna Bogdányba. Az apropó az új szabadtéri multifunkcionális sportpálya átadása, amelyet a Dunabogdányi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai vettek birtokba ezen a napon. Schuster Gergely polgármester avatta fel az új létesítményt, amelynek kivitelezésére 20 millió forintot nyert az önkormányzat, viszont az iskola mellett dolgozó alapítvány tovább szövögeti álmait, amelyet szép, térkövezett és füvesített iskolaudvar létrehozásáról szól, új játékokkal, EU-konform játszótéri eszközökkel. Ennek az érdekében nem csak a kínálkozó pályázatokat használják ki, hanem támogatói jegyek formájában bárki bekapcsolódhat a gyűjtésbe. Vig Gábor polgármester által vezetett szőgyéni delegációban helyet kapó diákok együtt tornázhattak Katus Attila fitness edzővel, valamint közelebbről is megismerkedtek az oktatási intézménnyel és az általa nyújtott lehetőségekkel. A két település vezetője eldöntötte, hogy szoros, baráti viszonyt kívánnak kiépíteni az oktatás és a kultúra területén.